Meredek helyzetek, veszélyes pillanatok, amikor hajszálon függ az életünk. Azt hittem, örökre elveszítettük. Egyetlen másodperc és bármi megtörténhet. Ilyenkor az ember élete csak egy hajszálon múlik. Tragédia vagy megmenekülés? Éreztem, hogy lüktet bennem az adrenalin. Ők túlélték a bajt, és most elmesélik történetüket. Karrierem legfeszültebb pillanata volt. Egy nap, amit sosem felejtenek el. Amikor túléltek egy meredek helyzetet. Meredek helyzetek videón. A mai műsorban egy lány saját apját mentette meg egy szívinfarktus után. Mondja el, mi történt. Összeesett a szobában, és nem lélegzik. A segélyvonal rögzítette a lány kétségbe esett testvérének hívását. Fennakadt a szeme, és vérzik. Majd egy mentőakció következik, mely során a mentő alakulat egy mászó életéért küzd, aki 10 métert zuhant. Kemény fizikai munka volt. Amellett, hogy tartanom kellett az illetőt, valahogyan fel is kellett húznom magunkat a mélyből. Íme Keith és Carol. Már 28 éve házasok. Ő a lelkitársam. Itt ő a főnök. Ő a mindenem. Ő az életem. Imádom őt. Ez mindkettejük második házassága. Összesen 6 gyerekük és 10 unokájuk van. 2 lányuk, Lindsay és Louise, a közelben élnek. Louise inkább gondolkodó, mint sem cselekvő típus. Lindsay mindig megtalálja a saját boldogságát. Mindig készen létben áll, bármi is történjék. Nagyon szeretem az apámat. Mindig jól kijöttünk. Louise is közel áll hozzá. Ő apuci kislánya. Louise szülei panziójában él, amit 26 éve üzemeltetnek. Általában sokat dolgozunk és későig fent vagyunk. A vakációkat mindig nagyon várjuk. Idén a pár egy dél-amerikai hajós körutazáson vett részt. Imádunk hajókázni. Mi így szakadunk ki a szürke hétköznapokból. Oda vagyunk a napsütésért. Jó néha távol lenni a munkától és a kötelezettségektől. Fontos számunkra a minőségi időtöltés. A pár egy nyugodt márciusi reggelen kötött ki Southamptonnál. Megreggeliztünk és elbúcsúztunk a barátainktól. Elindultunk hazafelé, és felidéztük magunkban a csodás vakációt. A hazaút előtt még megálltunk egy gyors teára. Délután 3 körül indultak hazafelé. Keith épp a bőröndöket pakolta, amikor Carol kiszúrt valamit. Kissé meggyötörtnek tűnt, ezért felajánlottam, hogy segítek neki. De elutasította. Lindsaynek is feltűnt, hogy valami nincs rendben az apjával. Sokkal lassabban mozgott, mint általában szokott. Mikor másodjára megkérdeztem, hogy rendben van-e, azt mondta, hogy csak az asztmája szórakozik vele. Amikor az utolsó csomagot is behozta, kicsit megszédült és a hálószobának vette az irányt, ahol elejtette a táskát. Hallottuk a puffanást. Szólítgattuk, de semmire sem reagált. Mondtam a testvéremnek, hogy menjen fel. Éreztem, hogy baj van. A hálóban megtaláltuk apát, aki a földön hevert, arccal lefelé. A lányok nem értették, mi történt az apjukkal. Az esés következtében beütötte a fejét, ami erősen vérzett. Itt a mentő beszél. Lélegzik a beteg? Nem, kezd el kékülni. Értem. Nem lélegzik. Azt hiszem, nem lélegzik. Oké. A mentőknél pont Holly fogadta a kétségbeesett lány hívását.
Éreztem a hangján a pánikot. Rögtön tudtam, hogy szívinfarktusról van szó. Felment a hálószobába, és összeesett. Fogalmunk sincs, mi történt, de nagyon vérzik. Értem, már is küldem a segítséget, rendben? Csak maradjon vonalban. Rendben, köszönöm. Holly szólt a mentőknek, majd telefonon instruálta Louise-t. Fektessék hanyatt a földön. Fektessétek hanyatt. Egyik kezét tegye a homlokára, másikat a nyakára, és döntse hátra a fejét. A két környéken lévő mentős azonnal fogadja a segélyhívást. Egy másik eset miatt indultak el, de előbb még ránéznek Keith-re. Egy szívinfarktusnál minden a gyorsaságon múlik. Ilyenkor azonnal kórházba kell vinni a beteget. Ezért vettük előre az esetet. Louise igyekszik Holly tanácsait Lindsaynek tolmácsolni. Tegye a fülét a szájához. Tedd a füled a szájához. Hallják a lélegzését? Igen, lélegzik. Remek. Figyeljék meg jobban. Kilóg a nyelve. Nézzék meg jobban. Nézd meg jobban. Mondják el pontosan, hogy mit látnak és hallanak. Bekékült, és már nem lélegzik. Úristen! Figyeljen rám. Elmondom, hogyan kell újraéleszteni, rendben? Oké. Bizonyosodjon meg róla, hogy a hátán fekszik. Muszáj, hogy valaki azonnal elkezdje az újraélesztést. Rajta van a kezem. Ha az agyhoz 3 percig nem jut oxigén, komoly károsodás történhet. Lindsay beveti magát. Végezzenek 30 kompressziót, másodpercenként legalább 2. A lány még sosem csinált ilyet. Szóljanak, ha lement az első kör. Csináltunk valamit, ami több, mint a semmi. Nem állhattunk ott teljesen tétlenül. Mivel az újjáélesztésnél a tempó a legfontosabb, Holly számolni kezd. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Graham és kollégái a helyszínre igyekeznek. Útközben átbeszéltük, hogy mire is lesz bent szükségünk, és ki mit fog csinálni pontosan. Louise lerohant, hogy felengedje a mentőket. Graham azonnal a beteg felé veszi az irányt, míg a többiek a csomagokkal foglalkoznak. Emlékszem a sírásra és az üvöltésre. 1, 2, 3, 4. Ahogy beléptem, láttam, hogy Lindsay nagyon hatásos újraélesztést végez. Megjöttek a mentők. Addig folytassa, amíg át nem veszik. Gyorsan! Ez nagyon sokat számít. A vér így képes tovább keringeni a testben. És nem áll le. Itt vagyunk. Itt vannak a mentők. Gratulálok, nagyszerű munkát végzett. De tényleg. Köszönöm. Amikor felmentem, már ő is tiszta vér volt. Semmi változást nem láttam. Azt hittem, meghalt. Az Anglesey Soundstack. Egy hegymászó a híres vörös falnál rekedt. Úgy fest, félúton elakadt. Egy jó barátja látta, ahogy leesett. Láttam, ahogy a sziklára esett. Szerencsére tovább nem zuhant, de sokkos állapotba került. A 22 éves profi mászó Ben Kanadában él, és mindene a természet. A hazai terep mellett brit barátaival is gyakran megy mászni. Anglesey az egyik kedvenc helye, amit a mászók kihívásokkal teli, de mesés sziklái miatt szeretnek. A parton mászni a legjobb dolog a világon. Imádom a vízhangját hallgatni, miközben mászom. Csak lenézni nem jó. Ben mászótársa a 26 éves John, aki mászófalakat épít. 4 éve másztak először együtt Spanyolországban. Azóta jó barátok. Mindig megnevettet. Jó srác. Nem túl komoly, de megbízom benne. Nem beszélünk sokat, de hasonlóan eltökéltek vagyunk mindketten.
Ben annyira szeret mászni, hogy még egy sérülés sem állította le. A májam és az egyik nyakcsigolyám is megsérült már. Ez is hozzátartozik a mászáshoz. A páros már vagy egy éve nem találkozott, így alig várták, hogy újra együtt mászhassanak. Már hónapokkal előtte be voltam sózva. Alig vártuk, hogy újra a sziklán legyünk. Ben és John egy szeptemberi éjszakán találkoztak Anglesey-n. De az időjárás nem nekik kedvezett. Legalább 100 km per órás szél volt. A kocsiban vészeltük át az estét. Aztán reggel nekivágtunk. Első útjuk a majdnem függőleges vörös falhoz vezetett. Amint csak pár pihenő van, ez a kihívásokkal teli út nem véletlenül a helybéli mászók kedvence. Az első benyomásom az volt, hogy ez egy teljesíthető, de nehéz út lesz. Az első szakasz után gondolták, megpihennek egy kiálláson, és eldöntik, belefér-e még egy 50 méteres ereszkedés. De az időjárás ellehetetlenítette útjukat. Egyre erősebben esett. Ezért úgy döntöttünk, hogy nem ereszkedünk le. Ha esik az eső, a szikla is csúszósabb, azaz veszélyesebb lesz. Így nem akartuk bevállalni az alsó szakaszt. Mivel ekkor csak félúton voltak, valahogy dönteniük kellett. Azon a ponton kellett volna kiszállnunk az útból. Ben és John a mászókalauzt hívják segítségül. Meg is találták a leggyorsabb és legbiztonságosabb alternatívát. John azonnal rábólint. Alig vártam, hogy biztonságban legyünk. De a nagyra vágyó Ben egy nehezebb utat választ magának. Ezt még meg fogja bánni. Nagyon szimpatikus út volt. Egy igazi klasszikus. Meg akartam csinálni. De az út kezdőpontja és közte egy 20 méteres áthidalás tátongott. Itt nincs hivatalos út. John félteni kezdi barátját. Belevágott az ismeretlenbe. Ben elkezdte a vízszintes mászást. 5 méter emelkedés után sikerült elhelyeznie egy biztosítást. Ehhez kell ugyanis csatlakoztatni az életmentő kötelet. Ha leesik, ez tartja meg. Máskülönben 50 métert zuhanna a habokba. Szerintem túl kicsi volt a biztosítás, amit a sziklába helyezett. De Ben újabb repedésre bukkan a sziklában. Oda is beakasztottam egy biztosítékot. Leteszteltem, hogy működik-e. Majd ráterheltem a testemmel. De ebben a pillanatban megtörtént a baj. Kicsúszott, és lezuhantam. 10 métert zuhant, ahol egy kiszögellés fogta meg. A második köztes teljesen kicsúszott. 4 emeletet zuhant, de az első eszköz megtartotta, így nem zuhant tovább. Emlékszem a puffanásra. Leesett a sziklára, de nem zuhant tovább. Ben megsérült, de eszméleténél van. Nehezemre esett lélegezni, és fájt a vállam és a lábam is. Gyengének tűnt, és sokkos állapotban volt. Ráadásul korábban egyszer már megsérült a nyaka. John a leggyorsabb utat kimászva Ben segítségére indul. Minél előbb fel akartam érni, hogy segíteni tudjak Bennek. Az út végén azonnal hívja a mentőket. Ezt a képet egy másik mászó készítette. Jól látszik a rizikós helyszín. Benre a másik mászó kabátot terített.
John segélyhívása a helyi önkéntesekhez ért el először. Brandon, a helyi főnök, rögtön megérzi a bevetés súlyát. Tudtuk, hogy a sziklára zuhant mászó korábban gerincműtéten esett át. Nem volt vesztegetni való időnk. Brandonben és csapatában csak a szikla tetején tudatosult igazán a bevetés nehézsége. Az idő viszont megenyhült. A legnagyobb nehézséget a szikla jellege jelentette, ami nagyon porhanyos és csúszós volt. Igen veszélyes terep volt. Könnyen megeshet, hogy eltaláljuk a bajba jutott mászót, aki akár meg is vakulhat. Eri úgy döntött, hogy a mentőhelikopter nagyobb sikerrel járhat. De egy jármű sem volt a közelben. Ben ekkor viszont már másfél órája feküdt a sziklán. Nem hagyhattuk, hogy beálljon a hipotermia. Sietnünk kellett. A többi mászó is besegített. A felettem mászók tollkabátokat, ételt és viszkit engedtek le hozzám. A helikopter csak egy óra múlva ér a helyszínre. Ekkor már három órája feküdt ott. Nagyon féltettem. A sziklán lévő mentőalakulat végig tartotta a kapcsolatot a pilótával. Arra jutottak, hogy a helikopter ereje megmozdíthatja a benn körül lévő köveket. Biztonságosabb volt lépésről lépésre haladni a sziklán. Ha ez a megoldás, akkor ezt fogjuk csinálni. A mentőakcióról fotósorozat is készült. A csapat óvatosan leengedte Brandont a meredek sziklán. Attól féltem, hogy valami rájuk esik. Pár perccel később elérte Bent. A kiszögellés igen keskeny volt. Egy apró hiba, és mind leesünk. Brandon felmérte Ben sérüléseit. A feltételezett gerincsérülés miatt nyakmerevítőt tettem rá. A lábát is elláttam, mivel erősen vérzett. Úgy láttam, hogy eltört a bokája. Tudta, hogy egy gerincsérülésnek drámai következménye lehet. Az egyik önkéntes felvételén is látszik, mekkora utat kellett megtenniük a sérülttel. Az út felfelé igen kimerítő volt. Nem csak magamat kellett tartanom, de Ben testét is biztosítanom kellett, nehogy leessen. Bennek sincs könnyű dolga. Folyton a sziklához ütöttem, ami eléggé fájt. Tudtam, hogy minden mozdulatom fájdalmat okoz neki. Borzalmas volt. A 30 méteres küzdelem után Ben és Brandon végül felértek a tetőre. Nagy megkönnyebbülés volt látni, hogy felértek a tetőre. Jó érzés volt felérni. Igen, piszok jó. Bent a helikopter a legközelebbi kórházba szállította. Az orvosok megállapították, hogy a régi sérülése nem újult ki, viszont csúnyán megzúzta a hátát. Két bordája és a könyöke is elrepett, valamint több helyen felszíni sérüléseket szerzett. A könnyebb sérülések ellenére a mentősök tudják, milyen szerencsés is volt Ben. Ha az alsó biztosíték nem tartja meg, Ben már nem élne. A szerencse fia. De tényleg. Nagyon profik voltak a mentők. Remek kezekben voltam. Még helikoptert is kaptam. Eszméletlen volt. Szia, Ben! A gyors felépülés és regenerálódás után Ben és John lelkesebben másznak együtt, mint valaha. Elég ijesztő élmény volt, de nem tántorított el minket a mászástól. Engem nem lehet leállítani. Három héttel később már újra a sziklán voltam. Isteni volt. Mint ahogy az előző példa is mutatja, a mentőalakulatokban gyakran az önkéntesek végzik a legkeményebb munkát.
Így volt ez a most következő esetben is, ahol a mentősök és a családtagok lélek jelenlétén múlott egy ember élet. Keith egy álomnyaralás után esett össze saját otthonában. Fiatalabb lánya Louise a mentősökkel telefonál, míg nővére Lindsay újraélesztést végez apjukon. Nagyon ügyesen végezte az újraélesztést. Pont olyan állapotba hozta az apját, hogy mi el tudjuk kezdeni rajta a komolyabb munkát. Graham folytatja az édesapa újraélesztését, míg egyik kollégája a légcsőbe helyezi a lélegeztetőgépet. Egy másik mentő szívregeneráló infúziót vezet a betegbe. Ekkor érkezett meg a másik kocsi. Váltottuk egymást, hogy hatékony maradjon az újjáélesztés. Az újjáélesztés ellenére még mindig nem lélegzett. A csapat nem adta fel. 37 perc kompresszió és 7 defibrillátoros próbálkozás után kis szíve újra verni kezdett. De az állapota még mindig kritikus. A legközelebbi kórházban mesterséges kómába helyezik. Az egész család a helyszínre siet. Este 9-re az egész család a kórházba ért. Nem akarták, hogy hiába reménykedjünk, úgyhogy elég ködösen fogalmaztak az orvosok. Csak annyit mondtak, hogy még él és rendben van, de bármi megtörténhet. Az orvosok szerint egy kúsza vérrög okozhatta a szívinfarktust. Keith állapota csak a mesterséges kóma után stabilizálódhat. Másnap a család kíváncsian várja az eredményt. Lindsay egyik orvostestvére pontosan tudja, hogy az ilyen szintű eszméletvesztés majdnem biztosan agykárosodással jár. Ő is leteszteli édesapja állapotát. Arra kérte, hogy ha hallja, amit mond, adjon neki valami jelet. Erre apa rögtön megmozdította a kezét. Így tudtuk, hogy rendben van. Mindent értett, és mindenre reagált, amit mondtunk neki. Elképesztő volt. Keith felépülése még mindig tart, így lassabb életet él. Ha ki akarunk mozdulni, azt az ő tempójában kell tennünk. Azt kell mondjam, hogy mostantól minden nap ajándék. Hálás vagyok a sorsnak. A család örökké hálás lesz azoknak, akik aznap segítettek. A mentőseink sajnos nem kapják meg azt az elismerést, amit megérdemelnének. Le a kalappal, hogy megmentették apát. Amit érzek, az több, mint hála. Keith később meglátogatta az őt megmentő brigádot. Nagy öröm volt újra látni őt és a családját, ezúttal kiegyensúlyozottan. Remek érzés és nagy megtiszteltetés, hogy hozzájárulhattam egy élet megmentéséhez. De a csapat tudja, hogy a család nélkül munkájuk semmi is lett volna. Nagyon hálás vagyok mindenkinek. Érdekes, ugye? A túlélés sokszor az időzítésen múlik. Viszontlátásra!